Szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket én is a középhaladó elvonulásunk Dharma beszédén. Ki vagy? Ki vagyok én? Magad vagy? Saját magad vagy? Önazonos vagy? Most épp magadat adod, hogy itt ülsz? Én magamat adom, hogy beszélek? Olyan sokszor használjuk ezeket a kérdéseket. Elkísérnek minket az életünkben. Sokszor föltehetjük magunknak, kimondva kimondatlanul, ki vagyok én? Most mi vagyok? Merre tartok? Például, amikor egy válságban otthon vagy, lehúzott redőnyökkel, és éppen nincs kedved kikelni az ágyból. Ki vagyok? Merre tovább? És aztán valamikor, ha éppen jobban megy, akkor azt mondjuk, fú, én azt szeretném, hogy na, most akkor hitelesen, önazonosan, magam legyek. És akkor magam vagyok, na most úgy érzem. De ha mélyére belegondolunk, akkor nagyon sokszor nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Esetleg ideig, óráig keresünk valamit, amivel azonosulhatunk. Az önazonosság kérdése, az identitás kérdése egy alapvető kérdés. És ebben a kérdésben, hogy önazonosság, a válság az életünk során, az élet ciklusokban biztos, hogy bekövetkezik. Van, ami biztos, és van, ami hát nem biztos, de sokszor bekövetkezik. Gondoljunk csak serdülőkorra, hát ott aztán biztosan van egy jó pár lépés, amikor azt se tudjuk, hogy kik vagyunk, és keressük, és keressük. Vagy például aztán utána beízesülünk a társadalomba, és ott az a rengeteg szerep, tanuló, tanár, orvos, gyakorló, zengyakorló, katolikus, zsidó, bármilyen vallási hagyományt mondhatsz. Ott is azonosulunk valamivel, hogy én ilyen vagyok, én olyan vagyok. Eljössz egy zenelvonulásra, mióta itt vagytok, más se csinálunk, csak szerepeket játszunk. Mindenki bejön gyakorolni, akkor gyakorló, amikor énekel, akkor éneklő, van, amikor tanító, van, amikor mosogató, valamikor takarító. Kimész ott a konyhánál, elolvasod ezeket a lapokat, akkor ott van mindenkinek kiírva nagyon egyértelműen a szerepe. Reziknek vannak állandó szerepei, hogy házfőnök, apát, meg még hasonlók, kertfőnök. És akkor mit csinálsz ezekkel a szerepekkel? Azonosulsz vele? Rád ége a maszk? Vagy szabadon lépsz ki be ezekből a szerepekből? Az, amilyen szerepet játszol az életben, az arra vezetsz vissza mindent? És hogyha megszűnik a szerep, akkor összeomlasz. Akkor már nem tudod, hogy ki vagy. Ezek nagyon-nagyon-nagyon érdekes kérdések. És nem csak az egyén szintjén van ez így, hanem társadalmi szinten is. Mostanság például egy elég nagy társadalmi szintű identitásválságot élünk át. Ha belegondoltok, akkor a több száz évig működő családi minták, az együttélésre vonatkozó minták, a házasságra való minták bomlanak föl, kérdőjeleződnek meg. De nem csak ez, hanem a helyi identitás, hogy én magyar vagyok, nemzeti identitás, ezt is keressük. És onnan látszik, hogy válság van, hogy hát van, aki nagyon kapaszkodik valamibe, van, aki teljesen elengedi, és közben az emberek magányosak, elfáradnak, elegük van, és nagyon sokan keresnek valamit. Van bennünk egy ilyen mély érzés, hogy ez nem lehet ennyi, hogy valaminek még lennie kell ezen túl. Valahogy keressük az otthonunkat, keressük a biztos pontot. És azt is láthatjátok, hogy nagyon sok mindenki
valamilyen pótlékot talál. Pénz, vagyon, kapcsolatok, hatalom. Éljük ezt a vágyalapú, haragalapú életet, és keressük a pótlékokat. Egy ideig, óráig ezek a pótlékok, ezek jók, eltöltenek minket valamiféle teljességérzettel, de aztán utána kiesünk belőle, jön egy újabb válság, és akkor megint keressük, hogy kik vagyunk. És akkor itt jön be az, hogy ha nem elégszel meg ezekkel a pótlékokkal, akkor eltalálsz valamilyen hagyomány, valamilyen spirituális hagyomány irányába. És akkor most például itt vagyunk egy ilyen zen terembe, és a zen tanításért jöttetek ide, és a zen tanítás azért nagyon érdekes, mert ugyan nem ígér semmit, de úgy sejteti, hogy hű, hát itt valamit erre a kérdésre, valami választ lehet, hogy találsz. Hogy valami igazán mély önazonosságról, minthogyha itt lehetne beszélni, vagy legalábbis valamit lehetne találni. És aztán idejössz, és hát keresed, hogy mi is ez. És akkor utána mondjuk eljössz egy zeninterjúra, vagy egy dharma beszédre, és akkor találkozol ezekkel a zen tanító eszközökkel, hogy például ilyet hallasz. És akkor hallod hozzá a tanítást is, hogy válj egyé a hanggal. Érd el az egyé vált tudatot. Máskor az is lehet, hogy hallgatsz valakit, és akkor hirtelen egyszer csak azt csinálj, hogy ha! És akkor érd el a hangot. Ez mit jelent? Tapasztald igazi önvalódat. És igazán mélyen benne maradunk ebbe, hogy akkor nagyon érdekes. Először furcsa, hogy csak ennyi lenne. Nincs valami titkos tanítás, hogy akkor ez a nem tudható tapasztalata. Na ezzel azért, hát ezzel ne szívassanak már itt. Most befizettem egy csomó pénzt, és akkor a semmit kapom, ezt kapom, hogy érjem el, hogy igen, és akkor megint ott van az illúzió, le kell rakni szépen, és hogyha tényleg mélyen ebbe belehallgatunk, hogy akkor ebbe tényleg semmi válság, semmi boldogság, semmi azonosulás, semmi betegség, semmi egészség, semmi ördög, semmi Isten, semmi Buddha, semmi éhes szellem nincs. Csak ez van. És ennek az egyé vált tudatnak a tapasztalata, ez életbevágóan fontos. Ez a szavak előtti pont, ez a gondolkodás előtti pont. Itt érezhetsz rá valamire, ami egy olyan mély önazonosságot fedhet föl, ami tényleg a létezésnek a legmélyéről ered. Azért nehéz rá szavakat mondani, mert a szavak is onnan erednek. Nem megnevezhető. De hogyha ennek a tapasztalatát most csak egy pár pillanatra érezted magadénak, aztán megpróbálod újra és újra és újra és újra, hogy elérd ezt, és itt legyél ebben a nem tudhatóban, akkor ez kibővül. Onnan tudod, hogy ez elkezd gyógyítani. Hogy ennek a fénynek, régen is, meg most is szokták mondani fénynek, de ez is csak egy ilyen kicsit melodramatikus szó rá. Ennek az energiának, ennek a tisztaságnak, ennek a tükörszerű létezésnek, ennek az ereje, ez hat rád. És kell is, hogy hasson. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy ha egy ízét már megkaptad, az nagyon jó, és mélyítsd el. És
következetesen újra és újra ülj le és gyakorolj. Mert ha ez megvan, ez a pont, akkor egy idő után semmilyen pótlékra nem lesz szükséged ahhoz, hogy azonosulj valamivel. Ha megvan ez a mély, nagyon mély önazonosság, akkor azzal se lesz problémád, hogy éppen milyen szerepben vagy. Mert amikor ott van, hogy bejössz mondjuk egy zengyakorlatra, és te zengyakorló vagy, akkor bele tudsz ülni ebbe a szerepbe, és csinálod. Hogyha az a szerencsétlenség ér, hogy mondjuk dharmatanító leszel, akkor fölveszed azt a szerepet, és akkor ütöd a csukpit, irányítgatod az embereket, és aztán amikor kimész a dharmateremből, újra normális ember leszel. Aztán, hogyha ebben még szerencsétlenebb és még tehetségtelenebb vagy a dharmatanításban, akkor lesz dharmamester is. Na, és akkor az meg aztán tényleg súlyos. És akkor ezt a szerepet is fölveszed, aztán leteszed, amikor kell. Fontos, hogy le lehessen rakni, mert na hát, ha ez rád ég, az nagyon súlyos. Tehát tényleg, arra vigyázni kell. És ez veszélyes hely is, ugye? Hát itt könnyen ráéghet ez az emberre, aki itt ül, egy arany Buddha szobor előtt, mert ugye innen mindig igazad van. Tehát, hogy ez egy nagyon súlyos dolog, ez a Besenyő Pista bácsinak, hogy innen mindig igazam van. Igazam? Igen, már most harmadjára van igazam. És ezt is el kell viselni, és aztán gyorsan letenni, amikor elment. Na most, hogyha a hiány van benned, akkor nem tudod letenni. Mert akkor ebbe kapaszkodsz. Vagy mond valaki egy jó szót, hogy fú, de jól csinálsz valamit, és akkor abba kapaszkodsz, hogy hű, de jó, megsimogatták a fejemet. És aztán, amikor nem kapod ezt a dicséretet, akkor összeomlasz. Én nem érek semmit. Tehát ezek a hullámzások csökkenthetők azzal, hogy újra és újra és ezt mélyíted, és mélyíted, és mélyíted, és mélyíted, mert ennek a tükrében tudunk úgy működni, ahogy egy embernek a hagyomány szerint illik. Szungszán zenmester nagyon sokszor mondta ezt, hogy mi az ember igazi dolga. A legtöbb ember úgy él, hogy csak ezt a vágy elmét követi, és így nem olyan sokban különbözik egy állattól. De az ember tud többet. Például vannak tükörneuronjaink, úgyhogy tudjuk érzékelni a másik embert. Együttérzésre vagyunk hangolva. Nem igaz, hogy csak a ember-embernek a farkasa, hogy a harcra vagyunk hangolva. Nem, van bennünk egy csomó olyan élettani rendszer, ami arra irányul, hogy tudjunk kapcsolódni a másik emberhez. Csak tudjuk-e használni, vagy az elme, meg az érzelmek ezt elfedik, és akkor önzőbe kapcsolunk. Ha itt vagy ebbe a tiszta tapasztalatba, akkor ez az én központúság szépen lassan oldódik. És hogyha föloldódott, akkor egyrészt rengeteg energiád lesz, másrészt meg körbenézel a világba, és nem ellenségeket látsz, hanem nagyon-nagyon-nagyon szenvedő embereket. És lehet persze mondani, hogy a zen irányvétel az, hogy segíts minden lénynek, miben segíthetek, ezt mindenki szépen megtanulja. De érzed is? A tiéd? Önazonosan a tiéd? Hogy tényleg jön egy idegesítő ember, mondjuk a főnököd, vagy egy munkatárs, vagy esetleg a férjed, a feleséged, vagy a gyereked, és marhára fölidegesít. És látod benne a szenvedő lényt? Megvan ez a mély tapasztalat, ami abból ered, hogy amikor ezt tapasztalod, ezt az ütést, hogy amikor csak ez van a nem tudhatóban, nincs én meg te, nincs én meg a világ. Nincs ez a mesterséges szétválasztás. És ez tapasztalatilag megvan, akkor borzasztó, hogyha te szenvedsz. Vagy nektek borzasztó, ha én szenvedek. Mert fáj, és tudjuk is érezni, hogy fáj. Mert ha te rosszul vagy, akkor mindenki rosszul van.
Tehát lehet szabályozni azt, hogy hogyan éljünk, hogy humanisztikusak legyünk, meg vagy kommunizmus szerint éljünk, vagy kereszténység szerint, vagy zen, de ezek ilyen kívülről oktrojált dolgok. Ha nincs benned meg mélyen ez az egyé vált tudat, az az egyé vált tudat, amiről novemberben egy nagy előadás is fog szólni a kongresszusi központban, menjetek el Csongan Szunim, egyé válás. Ha most nem megy, akkor majd ott biztos fog menni. Ez a reklám helye volt most, hát a reklámok. Hát ott is, és ott is egyé válhatsz mindenkivel, és láthatod a szenvedő embereket. Ez az, amire egy helyesen működő társadalmat is lehetne építeni. De ne menjünk ilyen messzire. Helyesen működő egyént, helyesen működő családot, baráti kapcsolatokat, munkahelyet. És hogyha jól megnézed, akkor ezt gyakoroljuk itt. Amikor bejössz ide a darmaterembe, és eljössz egy ilyen középhaladó elvonulásra, az erről szól, hogy gyere, tapasztalj, és aztán próbáld meg használni. Persze a forma tökéletlen, az emberek meg pláne, akik csinálják. De mégis bejövünk, ülünk, énekelünk, eszünk, kohan interjúzunk, dolgozunk, kertészkedünk együtt, és közben azt tanuljuk, hogy hogy tudom következetesen látni a másikba is a Buddha természetet. Meg hogy tudom az étkezésnél, például csodálatos az étkezés, hogy mindenki kapjon, hogy egymásnak adjuk, hogy nem hagyjuk egymást ott szenvedni, hanem segítünk. Hogy körbevisszük a törölközőt, vagy a zsepit, ha kell éppen. Nagyon sok aspektusa van ennek. Bejössz a koan interjúra, ott vannak szituációk, meg tudod nézni, hogy na ez hogy működik ez a tiszta tudat? Tudod-e működtetni? Tehát ez egy bódhiszatva gyár, vagy egy bódhiszatva iskola. És a futószallagon szépen elindul mindenki, kap ezt, meg azt becsomagolják, masnit kötünk a fejetekre, és útra bocsátunk titeket egy kellemes teje után, és várunk titeket vissza. Ez ilyen életszagú. Lehet erről a könyvekbe olvasni, meg ezt a videót is meg lehet nézni, és ezek ilyen hangozhatnak ilyen ezó-mazó dolognak, és ezó helyeken is szoktak ilyeneket mondani, hogy egyé vált tudat, meg blablabla. De tudod-e csinálni? Részeddé vált-e? A sejtjeidbe van-e? És hogyha benne van, akkor az neked is jó, és mindenkinek jó. És te tudod elkezdeni. Pillanatról pillanatra. Nem lehet várni arra, hogy majd kívülről, meg majd egyszer, ha olyan törvényeket hoznak, hogy majd az jobb lesz. Lehet, hogy hoznak, lehet, hogy nem. De kik vannak jelen? Kik vannak benne a társadalomban? Ti vagytok benne. És hogyha úgy vagy benne, hogy itt van ez az igazi, mély, önazonos tapasztalatod, az egyé vált tudatod, akkor az mindenkire hat. Hagyományban benne van az Indra hálója. Ez egy régi hasonlat hinduktól, hogy ugye az egész világ egy nagy háló, és mindenki egy szem benne. És bármelyik szemet megmozgatod, akkor húzódik vele a többi is. Ha te változol, akkor az egész háló változik. Úgy hálózat részei vagyunk. Úgyhogy, ha ez nem inspiráció a gyakorlatra, akkor semmi. És ezt én úgy érzem, hogy ti tudjátok, de nem árt elégszer elmondani. Ezt nem lehet elégszer elmondani. Úgyhogy remélem, hogy ez a nagyszerű irányvétel és erő, ami a gyakorlatotokban van, ami ma a Ezer Szem és Kész Útra elején megszólalt, az visz továbbra is titeket, és nagyon sokszor gyakorlunk még így együtt. Most pedig, hogyha van kérdésetek ezzel kapcsolatban, bármivel a tannal kapcsolatban, az élettel kapcsolatban, a gyakorlattal kapcsolatban, akkor most itt van a hely ezt föltenni. Utóbbi időben belekavarodok ebbe a kérdésbe, hogy áldozat vagyok, vagy áldozat szerepben vagyok. Hogy tudok ebből a kavarodásból utat találni kifelé.
mindig, folyton és nagyon sokáig tartsd meg ezt a pontot. Ez az első lépés. És használj zen segédeszközöket még, vedd be a zen pirulát. Áldozat szerep és áldozat lételen zen pirulát kell szedni. Ilyen kis egységcsomagokban van. Van benne ezer szem és kész szutra, surangama mantra, nagy együttérzés dárani, kvanszembószál, sákjamuni buddha mantra, van benne leborulás. És ezt kell nagyon-nagyon sokat csinálni. És amikor fölmerül benned ez, hogy úgy érzed megint, hogy áldozat vagy, vagy olyan helyzetbe kerülsz, hogy ez már megint nem az, amit szeretnék. Az első lépést már megtetted, mert föltetted ezt a kérdést, hogy úgy érzem, hogy áldozatszerepben vagyok. Tehát már fölismered. Nagyon jó hír, mert aki olyan szinten benne van, hogy nem is tud kijönni belőle, föl sem merül a kérdés. Tehát ott van benned már az az egészséges rész is, ami nem áldozat. Csak szépen ki kell növeszteni, mint ahogy a nap meg az eső növeli a kis palántát. Hát sokszor van az, hogy a gondolataink, meg a megtanult szokásaink azok olyanok, mint hogyha így befednénk a növényeket egy ilyen nagy takaróval, és akkor nem éri a nap, és akkor nem tud fotoszintetizálni, és ott kicsit úgy elsorvad ez a önvaló kezdemény. És akkor maradnak a sémák, és maradnak a hozzáállások. Az ebben a nehéz, hogy amit hosszú ideig megtanulunk, és általában ezek a szenvedést okozó viselkedésmódjaink, vagy hát mondjuk személyiségvonások nagyon korán kezdődnek, és minél korábban vagyunk, annál inkább olyanok vagyunk, mint a gyurma. Ugye a kicsi gyerek az nagyon puha gyurma, és bárki benyomja, ott marad rajta egy nagy nyomás, és aztán asszilárdul meg. Később már felnőttként már inkább olyanok vagyunk, mint egy ököl, lehet nyomkodni, hát lehet, hogy kicsit fáj, de aztán nem változik annyira meg. Tehát, hogyha ilyen régről hozott karmák vannak, akkor azoknak nagyon sok idő kell, az első a fölismerés, és aztán valami gyakorlat. Tehát azért vagy nagyon jó helyen ilyen szempontból, mert a végső gyógyír az ez az önvaló tapasztalat, amiről most sok szó esett. Látjuk ezt, hogy sokszor mondjuk egy terápiás folyamat is elakad, mert igen, kognitív szinten már nagyon jól tud mondjuk a kliens mindent, de nem megy mélyebb szintre. Vagy mondjuk mélyebb szintre megyünk érzelmek szintjére, az már jobb, de akkor oké, és akkor mi van az érzelmekkel? Megélem, és hol a biztos pont? Itt az a jó, ha csinálsz egy ilyen gyakorlatot, mint a zen, van egy archimédeszi pont, ahova mindig vissza lehet térni. Mert ezt nem bírjuk igazából, azért vagyunk ilyen nagy önazonosságkeresők, meg ki vagyok én, és most akkor hogy vagyok, mert kell egy stabil pont az elménknek. Nagyon nehezen tudunk stabil pont nélkül lenni. És akkor mindegy, hogy mi, de legyen valami stabil. Ha az, hogy én áldozat vagyok, akkor az, mert legalább ismerős. Úgyhogy itt ez a nehéz, hogy ahonnan ez ered, az nem csak ez, hanem a gondolatok is már valamiből erednek, egy alaphozzáállásból. És akkor az alaphozzáállást kell szépen lassan föloldani. És a zen szempontjából a jó hír az, hogy föl lehet. Nincsen olyan karma, ami ne lehetne föloldható, megváltoztatható. Ez a Buddha alaptanításainak egyike, talán többetek ismeri a függőkeletkezés 12 rétű láncolatát, amivel ott kezdi a Buddha, hogy alakul ki ez az egész? Úgy, hogy van az alapján a nem tudás, vagy a nem látás, a téves azonosulás. És akkor tévesen azonosulsz valamivel, hogy igen, én áldozat vagyok, és akkor a régi buddhisták úgy mondták, hogy kialakulnak ilyen kis szamszkárák, ilyen kis
karma csökevények, amiből aztán kibomlik az egész folyamat. A vágyak, a létezés, a élet és halál, stb. Mostanában ezt a pszichológiában úgy mondják, hogy sémák alakulnak ki. Úgyhogy ez egy mélyebb szint, de a zen és az összes buddhista irányzatnak ez a tanítása, hogy minden okokból merül föl, és hogyha ezek az okok megszűnnek, akkor megszűnik a következmény is. És nincsen abszolút ok, ami megváltoztathatatlan, és akkor már mindig ilyen vagy. Úgyhogy én most mindehez, a reménykeltő szavakhoz nagyon-nagyon sok türelmet kívánok. Ez egy hosszú távfutás, ezt szinte minden dharma beszédben elmondom, hogy olyan világ, azért kell elmondani, mert fogyasztói társadalomban élünk, és megszoktuk, hogy minden instant módon van. Egyből jön, egyből följön a Facebookon, nem tudjuk végignézni már csak a 2 perces videót, mert mondják meg a tutit, és akkor az a baj, hogy nem működünk így. Tehát az emberi szervezet az lassan-lassan működik, és csöndben változunk. És hogyha valami 30, 40, 50, 60 éve fönnáll, azt így egy pillanatra meg lehet szüntetni, amíg tapasztalod a nem tudhatót. Tehát a fölállsz a párnáról, és újra kezdődik. És aztán az a lényeg, hogy hányszor teszem le, hányszor teszem, és egyszer csak már nem lesz ott. Még egy példát mondanék erre, talán ez a képek azok jók, hogy olyanok ezek az ilyen karmák, meg ezek a szerepeink, hogy mondjuk tegyük föl, hogy te azzal azonosulsz, hogy egy kosárlabda játékos vagy. És akkor kosárlabda játékos vagy, kicsit már zavar, hogy túlságosan azonosulsz a kosárlabda játékos szereppel, jelentkezel egy zenelvonulásra. És akkor jössz, de hozod a mezet is, meg a labdát. És jössz be a körbeszélgetésre az elején, és így pattogtatod a labdát. És akkor megmondják a dharmatanítók, hogy hát, nagyon jó, hogy jöttél, a labdát azt tessék ott a cipőknél kint letenni, vagy a fakokba tegyük be. És akkor jó, hát kicsit morcosan, de hát jó, most eljöttem a zenelvonulásra. Jó, kiviszed a labdát, leteszed. Visszajössz a dharmaterembe, még kicsit ilyen lesz a kezed, így még a levegőbe így csinálsz. De jó, mondják, hogy a mahamudrába tedd, jó, berakod ide a kezedet, és akkor jó, kicsit még mozog, de aztán megnyugszik. Na, éneklünk, leborulunk, stb. Kicsit még kimész néha, megnézed a labdát, hogy ott van-e. Esetleg titkon, amikor nincsenek itt a tanítók, akkor kiveszed és elmész oda a sötét erdőbe, és tattogtatod egy kicsit, de aztán visszajössz, és belerakod a fakba, hogy nehogy szóljanak, és akkor csinálod a gyakorlatot. Na, eltelik, ugye, vasárnap délután lesz, megvan a körbeszélgetés, ittunk is teát, és akkor, hát nem is hiányzik sem. Benézed a fakodba, ú, egy labda. Jaj, hát nem is gondoltam rá már egy napja. Nagyon jó. Hát azért hazaviszem, berakod a kis tatyódba, mész haza, kicsomagolod otthon, ott a labda. Ezt én szoktam pattogtatni. Csak egyet így megpattogtatod. Milyen érdekes. Na, és akkor utána kész, már megint megy a pattogtatás. Nagyon jó, hát ez megint nagyon jó. És akkor egy idő után megint elunod, bejelentkezel a zenelvonulásra, templomtér.hu, szépen jössz, megint eljátszódik ugyanez a folyamat, és akkor egyszer csak valamikor, lehet, hogy a 125. elvonulás után nem veszed fel a labdát, hogy most már inkább mondjuk teniszeznél, és akkor teniszütővel fogsz jönni utána. Tehát, hogy hát általában az egyik függőséget a másikra cseréljük le. Visszatérve az áldozat szerepre, áldozat szerepből általában tettessé szoktunk átavanzsálni, ugye, hogy azt érdemes még tudni, hogy a karmák és az ilyen sémák tekintetében általában háromfajta módon tudunk benne maradni. Az egyik az, hogy azonosulunk a karmával. Tehát én áldozat vagyok. Segítsetek! Itt kell barba beszédet mondani. Csongaszuni mindet tett. Azt mondta, hogy vegyek ilyen ruhát. Nem, és most itt néztem. Szörnyű. Jaj, de nagyon rossz. A másik az, hogy elkerülöm.
nem jövök ide, nem veszek föl semmit, elvonulok a francba, és hát, hogyha egyedül vagyok, akkor nem lehetek áldozat. Mondjuk úgyis szerintem ki az áldozat ki tudja találni, hogy úgyis hogy legyen áldozat, egyedül vagyok. De mondjuk azt választom, hogy jó, hát nem, akkor én nem kapcsolódok. Na, és akkor is benne maradtál. Tehát csak, ugye ez a klasszikus dolog, szerzetes. Szerzetes életpálya egy remek módja annak, hogy a karmákat hogyan kerüljed el, de ne szüntesd meg. És akkor ez azért jó, mert ebbe, ugye bele lehet menni, hogy, ugye, hogy izé ülünk, jó, igen, elfolytunk mindent a tantiembe, de nem kell, ugye másik szerzetes is ugyanezt csinálja, tehát mindegy. És akkor hát ugye, és ez jó, egyébként van egy elméletem, ezt most itt lehet, hogy megosztatom, aztán legfeljebb kivágjuk, hogyha nagyon, hát ugye, nézzük meg ezeket a nagy személyeket. Ugye Buddha meghalt az anyja, amikor megszületett, az apja szigorú uralkodói udvarában nevelkedett egy nagyon súlyos apai férfi világban. Hát ugye itt mit nem kap meg az ember ilyenkor? Ősbizalmat, szeretetet, kapcsolódási képességet. Hup, aszkéta! Harcos! Na, aztán a nagy zenmesterek a legtöbb ott lévő közül is árva gyerek volt, akit beadtak a templomba, soha nem volt anyja és se apja, férfiak között fölnevelődött. Ebből mi termelődik ki? Egy remek, elkerülő, kapcsolódni nem tudó, az ürességben remekül ellévő, személyiségzavaros ember. Tehát így születik a buddhizmus. Na, akkor az mehetünk is haza, pszichológiai, patológiát itt gyakorol. Jó, most rájöttünk, hát nem baj, próbáljuk ki valami más. Tudtok valami jó hagyományt? Hogy ahol nem. Na, szóval zárójel bezárva, és azonosul, elkerül, és akkor mi van még? Túlkompenzálás. Na, ez amikor az áldozatból tettes lesz. És akkor mindenkit letarolsz, megölsz, kihasználsz, és a többi, és a többi. És akkor se szabadultál meg. A megszabadulás valahol a három fölött, alatt, nélkül van. És akkor ez megint az, hogy ide visszatérsz-e a középútra. Hogy sem nem áldozat, sem nem elkerülő, sem nem tettes. És akkor egyszer csak már nem fogod pattogtatni azt a labdát. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mi a különbség, azt az előbb azt mondtad, hogy elfojtja a tantiembe az érzelmeit, hogy mi a különbség az elfojtás és az kiüresítés között, vagy hogy mondjuk visszatérni az ürességbe és azon keresztül megfigyelni az érzelmeket, tehát hogy itt hol van a határ, mi az egészséges hosszú távon szerinted? Uh-huh. Én nem tudom, érthető úgy nagyjából a nagyon, kérdés? Nagyon, nagyon. Szuper kérdést tettél föl, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ezt ki kell tapasztalni. Ezért is jó nem ilyen magányos gyakorlatot csinálni, mert ha elmész a barlangba és megszakítasz minden kapcsolatot, akkor sanszos, hogy inkább az az elfolytós verzió lesz, és akkor azt hiszi magáról a barlangba élő, hogy iszonyatosan megvilágosodott, és mondjuk bejön egy ilyen dharmatermi gyakorlatra, és senkihez nem tud kapcsolódni, és egy totál kretén. És látsz, mindenki látja, csak ő nem. Tehát, hogy ugye a forma magában hordozza annak a veszélyét, hogy lefolytasz mindent, vagy teljesen elsöpröd minden alá. Mert ugye ez maga, hogy így ülsz, és mondjuk tök jól tudsz ülni, meg leborulni, meg énekelni, hát ez azért ilyen fókuszpontok. Tehát akkor arra fókuszálsz, hogy tantien, arra fókuszálsz, hogy énekelsz, arra fókuszálsz, hogy leborulsz, de valahol a belső munkát nem végzed el. Tehát, hogy megragadsz ebben az ürességben. Ezt egyébként a zen tanítás mondja is a zen körbe, ugye, hogy elérsz ide, és akkor ragaszkodsz ehhez. Hogy akkor itt vagyok az ürességbe, nem érzek, nem gondolkodok, csak ülök. És akkor olyan leszel, mint a
szárazkóró. Tehát, hogy ez a, van egy ilyen koan is a koan könyvben, a, amikor egy, van egy szerzetes, aki, akit egy öreg asszony elkezd pénzelni. Ez Kínában régen szokás volt, hogy jó, támogattál egy szerzetest, és akkor ő gyakorolt helyetted, te megélted az életedet, és akkor mind a kettőnek jó volt karmikusan elvileg. Hát ez így volt ugye ez a karmikus csere program, és Erasmus Plus. És akkor ugye az volt, hogy és akkor elkezdett gyakorolni ott ez a remeteségbe. És aztán utána próbára tette az öregasszony, mert azért fifikásak ezek az öregasszonyok a zen történetekbe, és oda küldte a szép lányát, hogy vigyen neki ajándékot, fölöltözött szépen a lány, és akkor megadta neki az instrukciót a öregasszony, hogy na, lányom, menj oda a szerzeteshez, és akkor öleld át, és csókold meg. Jó, hát ezért szófogadó volt a lány, oda ment, megölelte, megcsókolta, és akkor még azt is mondta neki az anyja, hogy akkor utána kérdezt tőle. És hát a lány azt kérdezte a szerzetestől, miután megölelte, megcsókolta, hogy most mit érzel? És akkor a szerzetes azt mondta, hogy száraz fatörzs a rideg szikla tetején. Hú, a lány meghajolt, azt a micsoda szerzetes, köszönöm a tanítást, megy haza az anyjának. Na, mit mondott a szerzetes? Anya, hát jó helyre tetted a pénzedet, ez igazán kigyakorolta, nagyon, nagyon jó. És mit mondott? Hát, hát azt mondta, hogy és mit csináltál? Hát igen, megcsináltam, hát megcsókoltam, megöleltem. Na és erre mit mondott? Hát azt, hogy száraz fatörzs a rideg szikla tetején. Micsoda? Fölháborodik az asszony, fog egy botot, oda megy, marhára elveri a szerzetest, hogy egy ördögöt pénzeltem 10 éven át, és fölgyújtja a kunyhót, és elüldözi a szerzetest. Mert hogy rájött az öregasszony, ugye, hogy ő, ez a szerzetes, nagyon jól ragaszkodott az ürességhez. És egy totál érzéketlen, elfojtott, ilyen szárazkóró lett. Na most szárazkóróként nem olyan jó lenni. Ugye, mert ott van egy ilyen helyzet, és nem reagálsz rá helyesen. És most itt nem az a tanulság, hogy akkor ugye ott le kellett volna feküdjön bele, vagy hát ugye persze ezt mindenkire magára bízom, hogy mi szerint a helyes, ez egy koan, majd megnézzük koan interjún. Tanítóval nem kell semmit csinálni. És, de hogy ugye ez egy elmulasztott tanítási lehetőség volt, tehát nem reagált helyesen. Úgyhogy ha elfojtásra használod, egy idő után azt veszed észre, hogy íztelen, szaktalan minden. És nem ez a célja a zen gyakorlatnak. Nem az a célja, hogy ne legyen gondolatod, ne legyen érzelmed, hanem hogy benne legyél, hogy jelen legyél. Úgyhogy az, amit keresünk, és ez a művészet, az az, hogy van egy erős centered, van energiád, tudsz csatlakozni a náladnál többhöz, tehát a gondolkodásod nem takarja le folyton azt a örökkésütő napot, viszont benne vagy a tapasztalatodban. Tehát amikor haragszol, akkor csak haragszol. Amikor boldog vagy, akkor csak boldog vagy. Amikor eszel, akkor csak eszel. Amikor csókolózol, akkor csókolózol. Amikor szexelsz, akkor szexelsz. És így tovább. Akkor benne vagy, akkor éled az életedet, akkor vagy ugye önazonos, vagy akkor adod magad, vagy magadnál vagy. Nagyon érdekes, ez például az érzelmektől szoktunk félni, de nagyon érdekes, hogy általában nem azzal van baj, hogyha megéljük az érzelmünket, vagy kimondjuk őszintén. Azzal van baj, ha eltitkolom, elfojtom, átkonvertálom, túlkompenzálom, kiprojektálom, rálőcsölöm, de mindig az őszintétlenséggel kezdődik, hogy nem látom, vagy úgy érzem, hogy ez nem jó, ha kimondom itt, mert csúnyán fogtok nézni, mit fogtok gondolni, és a többi, és a többi. Na, és itt kezdődik a baj. És akkor itt kezdődhet az, hogy na jó, akkor inkább elfojtom. Úgyhogy a cél az, hogy nagyon őszintén
légy magad ebben a pillanatban. Mert amúgy nem is nagyon tudsz más lenni. Tudsz nem magad lenni? Akkor már legyél inkább magad. És türelmesen viseld el azt, ami jön. Ez a nehéz. Meg ha valami, följön valami olyanra, rálátsz, hogy ez volt régen, vagy az volt, vagy ez még mindig sebb, hogy legyen annyi erőt, hogy nem omlasz össze. Ettől rettegünk, hogy Isten, mi lesz, ha magamra engedem. De ha nem vagy patológiás eset, nem úgy néz ki, akkor el fogod tudni viselni. Mert van érzelmi teherbíró képességed, pláne akkor, ha van gyakorlatod hozzá. Úgyhogy a gyakorlat helyes használata az, hogy emberebb ember leszel. És megéled az érzéseidet. Fontos még, hogy a megélés az nem egyenlő a kiéléssel. Hogy mondjuk megyek ki a konyhába, és állnak előttem, és nem tudom, viszem a levest, és állnak előttem, és mondjuk átjön valaki, mondjuk egy darmamester megy ki, meglök hátulról, és kicsit kilöttyintem a levest. Hát mondjuk ez természetesen azt mondom, hogy na és akkor ezt megélem, hogy na, most kilőném a holdra ezt a kedves darmamestert, aki különben is kimegy, és nem segít, és a többi. Ez oké. Okay. Hogy ki elgondolod, megéled, hogy a holdra ki van lőve, ott megfullad, és stb. És viszed aztán a levest, és jössz vissza. Ugye a probléma a kiéléssel az lenne, ha megfordulsz, ráöntöd a forró levest, és akkor, na, hát az akkor az a Darth Vader, úgy születik a Darth Vader. Ugye. Te, ha meg az van, hogy hú, én zen gyakorló vagyok, pillanatra följön, hogy kilőnéd a darmamestert a holdra, és fulladna, de utána lefolytott, hogy Úristen, hát én milyen ember vagyok. Hát nem, hát egy jó ember ilyet nem gondol. És akkor utána az van, hogy jó, hát nem. Viszed tovább, azért ott bugyog lenne. És akkor itt elkezd szúrni lent, vagy lejjebb, vagy jön valami jó kis ilyen pszichoszomatikus fájdalom, vagy stb. És jössz vissza gyakorolni, és ez folytatódik. És akkor lehet a száraz kóró az irány, vagy egyéb. Na most nagyon sokat magyaráztam, de próbáltam egy picit így szemléltetni, hogy mit keresünk. Tehát megélt érzelem, belül kilőjük a darmamestert a holdra, és aztán visszük tovább a levest. És akkor tök jó. És idő után akkor mély levegő, levisszük ide a tantiembe, és a szükségtelen feszültséget ott szépen elégetjük. Az nem elfojtás. És akkor ember maradsz. Ezt nézd meg mindig, hogy mit tesz veled a gyakorlatod. Normál ember maradtál, vagy hülye lettél tőle? Ha hülye lettél tőle, akkor remélhetőleg egy közösségbe jársz, és szólnak. És akkor mindig legyél ilyen kicsit ilyen nyitott füllel, hogy hú, most lehet, hogy projekt, mert ugye azt szoktuk mondani, projektálnak rám, hát én hülye, nem. Halld meg, hogy mi van ebbe, és akkor lehet korrigálni a gyakorlatot. Ez még egy fontos dolog, lehet hibázni. Ér hibázni. Ér elrontani a gyakorlatot is. Ér néha elfojtani, ér néha nem megélni az érzelmet, és még hülyének is lehet néha lenni. Feltéve, ha korrigálod utána. És akkor ez egy jó kis ilyen közös út, mint amit beszéltünk, hogy így az elején, akkor lehet, hogy nem voltál itt bent, hogy a kis koreai templomokban régen ugye úgy csiszolták, vagy hát úgy tisztították helyesebben a krumplikat, hogy berakták egy nagy edénybe víz, és meglötyögtették, és egymást tisztították le a burgonyák. Úgyhogy itt a közösségben tök jó, nem fogsz elveszni. Úgyhogy éld meg az érzelmeidet, gyakorolj, tantien, és a többi az adja magát. Hasonló az a kérdéskör, ami engem is mozgat, noha lehet, hogy egy kis messziről indulunk. Igazából a zsebkendőhöz térnék vissza, illetve ami ezt indukálja. Zsebkendő megvilágosodás? Nem. A hagyomány és a hagyományhoz való hozzáállás, illetve hogy végülis ez is a határnak a feszegetése, meg a határnak a megtalálása. Tehát, hogy
Szoktuk ugye azt mondani, hogyha kimondjuk, hogy Buddha, akkor az olyan, mint hogyha egy vödör szart öntenénk a fejünkre, meg hogyha összefutunk vele, akkor öljük meg. Hát ezt te mondod. Tehát, hogy hol van az a határ, vagy hol van az a pont, nem tudom, hogy melyik a legpontosabb kifejezés arra, amit keresek már egy ideje, ami meg tudja mutatni az épp adott pillanatban, hogy érdemes ehhez az egészhez hozzáállni. Egy kicsit még ezt tisztázz, kérlek. Jó. Tehát a hagyományhoz való viszony, akár itt a szangán belül, vagy akár a társadalomban, hogy melyek azok a sarkalatos, vagy kevésbé látható pontok, amelyeken gyakorlatilag jól meg lehet fogni azt, hogy milyen a jó vagy a rossz viszonyom ezzel? Értem. Tehát, hogy hogyan használt helyesen a meg, hagyomány. Hogy meddig lehet feszegetni. Igen. Uh-huh. Meddig lehet, meg érdemes. Értem. Igen. Jó, nagyon jó kérdés ez is, mert hogy hát látunk erre sokféle példát. Ugye nyugatra átkerült a tan, és akkor rengetegféle verzió alakult ki. És egyébként ez a buddhista hagyománytól nem idegen. Tehát, hogy mivel, hogy ez nem egy vallás, meg ez, hát ez se. Tehát, hogy ebből, hogy mondjuk azt mondod valakinek, hogy ülj le, fókuszálja az alsó hasfaladra, lélegezz be lassan az orrodon át, figyeld a teret és a hangot, ezt bárkinek mondhatod, kereszténynek, zsidónak, hindunak, stb. Egyszer volt is, emlékszem, egy ilyen történet, hogy még Szungszán zenmester korai idejében valamelyik ilyen kezdeti tanítványokat meghívtak valamelyik amerikai egyetemre. És ez egy ilyen egyházi fenntartású egyetem volt, ahol keresztény emberek ültek ott, és tanítottak meditációt. És akkor csak ennyit, az ülést. És aztán utána a beszélgetésen egy nő hozzászólt, hogy hát én nagyon hívő keresztény vagyok, és itt amikor láttam, hogy bejönnek ezek a buddhisták, hát én majdnem szívrohamot kaptam. De azért úgy érdekelt, úgyhogy akkor így, hát csináltam ezt, de hogy nagyon rossz érzésem volt, hogy úristen, most akkor én buddhistává válok, és akkor át leszek konvertálva, és stb. De hogy ültem meditációba, azon gondolkoztam, hogy úristen, hát most itt azt mondták, hogy lélegezzek, meg üljek, meg figyeljek ide, hát most ettől lennék én átkonvertálva buddhistába. Tehát, hogy rájött, hogy ugye ez nem kötődik ilyen külső filozófiához, bárki művelheti. Most azt mondom, hogy ez az eszenciája a gyakorlatnak, éppen ezért a buddhizmus mindig is úgy működött, hogy ahova átkerült, ott beleízesült. Átjött Indiából, egyébként Indiában nem is volt akkor a nagy sikere, visszatértek inkább a szép színes hindú, szélesvásznó, stb. Jó kis panteon van. Ormányos istenség, meg háromarcú, Brahman, Vishnu, hát szeretjük nagyon, jó? Na és akkor átment ugye Kínába, és hát ott a taoizmus, és az elején simán azt hitték az ottani első buddhisták, hogy ja, hát ez az indiai taoizmus. Tök jó. A hasonlóról beszélt, és aztán utána egy hosszú folyamat volt, ahogy ezek összeboronálódtak, és akkor itt vagyunk ebben a remek kimérában. Még kicsit taoizmus, kicsit hinduizmus, kicsit buddhizmus, és akkor ez a zen. Tehát a lényeg valahogy megmaradt, és nagyjából onnan tudod, hogy megmaradt, hogy ide is eljött, és ide jövünk, gyakorlunk, és van benne energia. Tehát, hogy nem az van, hogy bejövünk ide a dharmaterembe, cigizünk, beszélgetünk egyet, aztán hazamegyünk. Tehát, hogy e mai napig valahogy csak valami átjött. Tehát, hogy nem lett teljesen hülyeség, mert kihalt volna. Ennyi időt nem tud öncsalást végezni ennyi ember. Tehát, hogy az eszencia átjön. És aztán nyugaton vannak olyan helyek, ahol teljes mértékben lecsupaszították, hogy csak a meditáció, akkor van olyan, ahol bevitték keresztény környezetbe. Én azt mondom, hogy ezt mind lehet. Meg lehet próbálni, arra kell vigyázni, hogy a vízzel a gyereket ne önst ki. És
ez valahol tapasztalati dolog. Tehát az a hagyományok szintjén, meg a csoportok szintjén meg fog mutatkozni, hogy melyik csoport marad fönn. Mi tudja kitermelni a saját fönnmaradását. Hol van olyan erő, hogy bejönnek az emberek, megtetszik, elkezdenek komolyan gyakorolni, és fönntartják. Tehát most például ugye ti vagytok a szanga. Tehát, hogy mindig rajtunk áll, aki éppen itt van, meg aki otthon gyakorol. Úgy önmagában a templom épülettől, meg a környezettől semmi nincs. Tehát ez itt lehet önmagában, hát az olyan, mint a taps, ami elhangzik az erdő közepén, és senki nem hallja, akkor volt taps, vagy nem volt taps. Ez egy japán koan. Hát, hogy valahol tapsol, vagy nem, úgy van az a japán koan, hogy ledől egy fa az erdőbe, és senki nincs ott, aki hallja, akkor az mi? Úgyhogy ugyanúgy a templom az mi, hogyha nincs itt, aki gyakoroljon. És meglátszik. Meglátszik, hogy van-e erő, van-e visszatérő szanga, és működik-e. Itt viszonylag egy hagyományos formát gyakorlunk, és bár vannak elemei nyilván, és ez mindenkinek valószínűleg más, amit vitatna, hogy ez miért kell, az miért kell. Én a személyes tapasztalatom az, hogy ez így nagyjából működik. Tehát vihető. Úgyhogy én azt mondom, hogy van elég dolgunk azzal, hogy magunkon dolgozzunk. Talán kár abba sok energiát fetszölni most, amikor gyakorlóként itt vagy, hogy na de mit lehetne változtatni. És egyébként ez, hogyha nem ebből a nagyon individualista európai hozzáállással állunk hozzá, meg azt mondanám külön magyar hozzáállással, nagyon szeretünk kritizálni, hogy ez így rossz, ez úgy rossz, ennek így kéne lenni az úgy, miért van ennyi videó, miért van kevés videó, miért ilyen ruhába ül neki, miért nem rendes ruhába, miért rendes ruhába ül neki, miért nem, miért aranybutha szobor, miért nem szürke szobor. Tehát ezt lehet csinálni, csak elmegy rá minden energia. Ehhez képest sokkal bölcsebb az, hogy hó fasza, itt van ez a környezet, jövök, gyakorlok. Aztán majd meglátjuk. Aztán majd, hogyha 10-20-30-40 év alatt valamit elérsz, akkor dönthetsz, hogy hogy folytatod. És aztán, ha eldöntötted, hogy hogy folytatod, meglátod, hogy egyedül maradsz vele, és otthon ülsz egy garzonlakásba, és senki nem gyakorol, vagy jönnek és gyakorolnak. És nagyon fontos, hogy ez sosem az egyénről szól. És nem azt mondom, hogy az egyén nem fontos, de fontos, meg lehet simogatni egymás fejét, és az tök jó, de ez mindig a csoporttól is, meg nálunk többről szól, és ez úgy a jó. Úgyhogy most szerintem jelenleg ez a forma működik, és amúgy meg mindenkinek érdemes olyan hagyományt találni, mert van rengeteg, amit úgy el tudsz fogadni úgy nagyjából. Kicsit olyan ez, mint a párválasztás. Hogy hát lehet abba hinni, hogy az igazi, meg majd az ideális pár bejön, aki ilyen, meg olyan, meg amolyan. Hát, akinek van ilyen tapasztalata, nem tudom, jelentkezzen, aki megtalált az igazit, és az úgyis olyan maradt 20 éven át, vagy 30. A hagyományok is ilyenek, hogy hát jó, először szép, meg ha sötétbe látod, meg a diszkófényekbe, akkor jó. Aztán másnap már ugye fölébredsz itt, és akkor hajnali harangének, meg leborulás. És akkor az, hogy az árnyoldala, igen, vagy a déli éneklésben, ilyen dzsuk-dzsuk-dzsijab-dzsujam-sén, hogy ez a... Ma volt egy ilyen kellemes élményem ezzel, hogy azon a résznél, ott így följött egy ilyen karma, hogy Úristen, itt állok egy ilyen kicsit nagyobb háló ingbe, egy ilyen kék izével, ütök egy ilyen fa valamit, vannak mögöttem, akik ugyanezt csinálják, és ezt kell énekelni, kibetűző, köszönöm Csongan Szuném, elhozta a tan, meg Szumszán Zemme, nagyon, nagyon jó, tehát ez ugye, ha csak ennyit kimerevítünk, az kevésbé. Jó, de hát ezen túl lehet lendülni, és aztán van más is. De jó ez a Buddha rap, ugye? Úgyhogy, igen. Jó, és akkor gyakorlatilag azt mondod, hogyha jól értettem, hogy ennek a konvert
tálása, a társadalom egyéb hagyományaira az ugyanúgy működik. Tehát, hogy ez nem csak a buddhizmuson belül igaz, amit most említettél, hanem bármilyen hagyományon ugyanez van. Hát a lényege, hogyha az egy igazi, mély, spirituális hagyomány, akkor én azt látom, hogy ez olyan, mint hogy innen is be lehet jönni a dharma terembe, meg innen is, meg onnan is. Innen így néz ki, onnan úgy néz ki, onnan amúgy néz ki. Vagy a másik hasonlat, amit erre szeretek használni, én is hallottam, hogy ha elképzeljük egy kereket, egy ilyen kocsikereket, aminek küllői vannak, és akkor a kerék szélén vannak a vallások. És akkor van a iszlám, zsidó, buddhista, hindu, és ott a kerék szélén hát full mások. De mindegyiknek van egy olyan magva, amin keresztül el lehet befele indulni a közepébe. És akkor ott az a közepe, az ugyanaz. Az, mivel hogy mindenhol emberek vannak. A kínai is ember, a arab is ember, az európai is ember, az amerikai is ember. Tehát, hogy végső soron ugyanaz a mély struktúra. És hogyha azt látod, és a saját hagyományodon keresztül, ami neked tetszik, eljutsz oda, akkor tök jó. Akkor megszabadultál, és lehet teázni, és boldogan élni, és nem legyilkolni egymást. Tehát, hogy találd meg azt a párt, találd meg azt a hagyományt, ami illik a karmádhoz, amin el tudsz indulni. És aztán ugyanúgy, hogy a párkapcsolatban is jó esetben összecsiszolódtok, és egy magasabb egység létrejön, és az is jó, hogyha önvaló alapú, és nem különféle önkép alapú, hogy én vagyok az áldozat, te vagy a tettes, és akkor úgy, de jó, kiegészítjük egymást. Ugyanúgy a hagyományban is. Megtetszik valami, hogy de jó ilyen keleti meg, de szép Szungszán zenmester meg, de jó szakállas bácsi meg, aranybutha, de jó, na akkor én itt vagyok. De valakit a világból ki lehet ezzel üldözni, mert neki Jézus Krisztus kell, meg az Atya. Full jó. Menjen keresztény lelki gyakorlatra. És egy csomó ilyen embert ismerek, ugyanúgy megértik, amit mi itt csinálunk, és mi is megértjük őket. Olvasd el Jálics Ferencnek a Szemlélődő Lelki Gyakorlat című könyvét, full zen. Látszik, hogy van benne tapasztalat, van benne munka, és kész. Kontempláció. És az, a lényeg ott van. Azt keresd, hogy hol van a lényeg. És akkor amelyik hagyomány te szívesen képviseled, meg akinek a hacukáját fölveszed, az jó. És a többi meg, aki még a vallásos szinten van, és azon szeret lenni, és szeret gondolkodni, legyen, tök jó. Senkit sehova nem kell erőltetni, mert ebbe aztán végképp nem. Mert anélkül, hogy legyen belső nagy motivációt, soha sehova nem fogsz vele jutni. De ha van, keresd meg az, ami tetszik, és aztán ne gondolkodj rajta sokat, hanem magad csináld. Te magadat tisztítsd. Te érd el ezt. És aztán, ha ott vagy a kerék közepén, onnan ki lehet menni a ásramba is, ki lehet menni a katolikus templomba, az evangélikus templomba, el lehet menni zsinagógába, és tök jól érzed magad. Emlékszem erre a gyerekkori élményre, amikor valami temetés, vagy nem is tudom, vagy házasság miatt, valami távoli rokon, kisgyerek voltam még nagyon, és én katolikusként nevelkedtem, és az egy evangélikus templomba volt. És emlékszem ilyen kis pár éves gyerekként, így szabályosan így szorongtam, hogy láttam, hogy ez nem olyan, és akkor én most nem leszek ilyen evangélikusos. És akkor ilyen, így éreztem, hogy így úgy jövök ki, hogy egy kicsit ilyen evangélikusos lettem. És akkor, ja, és ugyanúgy lehet, hogy egyszer, amikor egy jó ismerősömmel a Deák téri Bach koncerten voltam, ő evangélikus, és nagyon szereti, de hát csak a Bachra jár, és én szívesen elmentem vele, és akkor megkérdezte, hogy hú, hát én hogy éreztem magam katolikusként, mert hogy hát volt egy pár ismerős, aki amiatt nem jön el meghallgatni a Bachot, mert hogy evangélikus templomban van, és van szent beszéd. És akkor mondom, hát semmi, hát full jó, hát teljesen jó, autentikus dolog. Tehát, hogy ez az, hogy ha mélyebbre jutsz, akkor tök mindegy, hogy hol vagy. Ha nem, akkor a küllőd, akkor jaj, ilyen
ez legyilkolja azt, meg stb. Stb. Úgyhogy ez a nagy különbség, és tök jó, hogyha már nem azon a szinten vagy, akkor gyakorolj, és nagy együttérzés mindenki felé. Sziasztok! Most először voltam ilyen elvonuláson, mert ilyen haladóbb elvonuláson. Szilenciumot most próbáltam ki először, és az a kérdésem, hogy mennyire része ennek ez a, már reggel beszéltük ezt a, hogy nem köszöntjük egymást. Engem ez zavart. De tudom, hogy most mondtad, hogy nem vagy leszünk vallásújítók, de érdekelne, hogy mégis, hogy ez mennyire része ennek, és ez hogy segíti a gyakorlatot? Így segíti. Azért kicsit hosszabban is válaszolok. Szeretek beszélni. Ez ilyen szempontból nem jó nekem ez a zen, de na mindegy. Szóval igen, emlékszem, amikor mondtad, hogy zavart kicsit ez, hogy bejössz reggel, és ha szabad idéznem, hogy mit mondtam, mert tök jó volt, és ez megérintette engem, hogy énekeljük a nagy együttérzés Dáranét, meg emlegetjük Van Szentpószát, bejössz reggel, és... Igen. És akkor hol ez egy kicsit olyan kontrasztos. És... Hát akkor neked én azt mondtam, hogy nem tudom, én is ezt tapasztaltam először, nekem is furcsa volt, aztán megszoktam. Traumatizálódtam, megszoktam, és csinálom. De alapesetben ennek a szilenciumnak, meg ennek az egész működésmódnak, ahogy itt vagyunk, az a célja, hogy te úgy tudjad az energiádat befelé fordítani, és úgy tud csak a gyakorlatodat csinálni, hogy azért nem vagy teljesen egyedül. Tehát a csoport megtartson, viszont ne legyen semmi, vagy nagyon minimális, ami kifele viszi az energiádat. És ugye tudjuk azt, hogy ha ránézünk valakire, akár csak egy pillantásra, abban energia van. És annyi minden lehet benne, abban, amit megnézünk. Igen. De ha nekem van problémám ezzel az elkülönültség érzéssel, akkor ezt én kikerülhetem, és azt mondhatom, hogy nekem az energiavesztesség, hogy ilyen antiszociális módon így elfordulok, vagy úgy teszek, mintha nem lennének ott? Hát te csinálhatod, persze. Próbáld ki? Oké. Okay. Próbáld ki? Rendben. Holnap reggel mindenki mosolyogjon. Jó? Igen. Egyébként ehhez kapcsolódóan emlékszem, volt egyszer itt egy házas pár, szilenciumos gyakorlaton, együtt eljöttek gyakorolni, ez mindig kritikus dolog, nagyon, csak azok próbálják ki, akik nagyon merészek, és szilencium volt, és tényleg teljesen csinálták is, és akkor bejöttek konzultálni, és azt mondták, hogy ők reggel összevesztek, de szó nélkül. De valahogy úgy néztek egymásra, és akkor mindenki félreértette, és utána ebből egy ilyen egész elvonulás alatt ez volt a probléma, hogy összevesztek szó nélkül. Szóval ugye van, amikor jobb, hogy a nézed csak a padlót, és akkor gyakorolsz. Van ilyen. Meg van olyan is, aki a túlbuzgó, és akkor mindig keresi a kontaktot, hogy... És valakinek ugye meg ez a zavaró, mert ő elkerülő, ugye, és nem szeretné, hogy rácuppanjon az alien. De van ez a... Ez, tudjátok, és akkor nem tudod leszedni. És... Tehát ez a másik vége. Csak olyan mondja, tehát a szilencióban nem lehet mondani, legalább ezt elkerüljük. Úgyhogy, hát középút ebben is van. Én azt mondom, hogy ha neked ez viszi az energiádat, egy tiszteletteljes meghajlás reggel nyugodtan belefér. Amikor egy nyaralásra megyünk általában hosszabb távra, akkor szoktam megtapasztalni ezt, hogy vezetéskor, mikor egy külföldre megyek hosszabb úton, akkor ilyen elképesztő szorongást ér rám. Uh-huh. Most egy másfél év alatt így zen gyakorlással sikerült eljutni arra, hogy igen, azonosítottam ezt az érzést, ez az elkülönültség, ilyen, uh-huh. ilyen kirekesztettség érzés, amikor így vezetek, és akkor ott vagyok az úton, és bármi történhet, hát nyilván az ember a legvéresebb jelenteket gondolja el ilyenkor. Hogy ezzel kapcsolatban, hogy tudnál valamit segíteni, vagy hogy nem is tudom, hogy tegyem fel a kérdést, gyakorlatilag most igen, eljutottam ideig, hogy az érzés azonosítva van, de hogy hogyan tovább? Most hát én vezetgettem, és
és itt elakadtam. Uh-huh. Hát amikor vezetsz, akkor vezess. Tehát, hogy ugye itt a zen technikákkal vigyázni kell a vezetés közben, mert akkor történhetnek ilyen csúnya dolgok, amire aztán kijön a rendőr. Most a zen az segített benne, mert azt vettem észre, hogy a feszültségből kihozott, lassítottam, mert általában túl akartam lendülni a vezetésen, és ezért mondjuk egy 20-30-szal, tehát mondjuk 160-nal mentem 130 helyet, hogy menjek már végig rajta, csak legyek túl rajta. Tehát most lassabban mentem, jobban figyeltem. Tehát egyelőre azt mondom, hogy a zen az segített abban, hogy normálisabban közlekedjek. De azon, hogy ezt az érzést, ezt így kiforgassam magamból, azon még nem vagyok túl. Uh-huh. Idő. Tehát tök jó már, amit csinálsz. És tudod is hozzá az eszközöket. Tehát minden a kezedben van. Amikor éppen nem olyan kritikus a helyzet, hogy vezetsz, tehát otthon gyakorolsz, így gyakorolsz, tehát csak erre tudsz figyelni, és vagy ha vezettél, és ott vagy a nyaraláson, és megint följön ez, akkor, és tudsz egy nyugodt pillanatot, önreflektív és kontemplatív pillanatot magadnak félretenni, akkor viszont van az a technika is, hogy egyszerűen megadod magad az érzelemnek, vagy ennek a szorongásnak. Ugye ez egy nagyon kulcspont, kulcsmozzanat, és jó, hogy ezt fölhoztad, hogy megint azt szoktuk csinálni, amiről már volt is szó, hogy megijedünk, úristen, jaj, és meg akarjuk oldani. Tehát, hogy itt van a szorongás, jöjjön valaki egy szikével, operálja ki, szedjük ki, el van dobva, és akkor jól vagyok. És akkor itt jön be az, amit a koanoknál is gyakorlunk, többetek tapasztalt már egyéválós koant, amikor azt mondjuk, hogy válj egyé a koan lényegével. Ugye? Az ott egy ilyen absztrakt feladat, de aztán az, amit ott megtanulsz, az átvihető például ilyenre. Válj egyé az érzelemmel. Egy nagy tanító egyszer azt mondta, hogy jóga mester, hogy igen, mindent megcsinálhatsz. Csinálhatsz magadból perecet. Kiforgathatod magad mindenféle ászanába. Elmondhatod az összes mantrát. Bemutathatod az összes áldozatot. Mindent megtehetsz, a végén úgy is csak meg kell adnod magad. El kell oda juss, hogy megad magad annak. Ebben az aspektusban azt jelenteni, mondjuk, hogyha most nyilván nem vezetés közben mondjuk, hogyha ez még mondjuk mindig fönt áll, és már fent tudom tartani, mit jelent egyé válni mondjuk akkor ezzel a szorongással, hogy feküdjek én is magzott pozícióba, és mit tudom, tehát sírjak, vagy mit csináljak? Hát ha otthon vagy, és nem vezetsz, akkor akár azt is lehet, az is tud lenni. Igen, megengeded. Megengeded, hogy legyen. Mondom, én azt hangsúlyozom, hogy a vezetés közben vigyázz. Ott van, amikor az van, hogy jó, szimpatikus idegrendszer elnyom mindent, és vezetek, mert túl kell éljek. Akkor nincs idő lelkizni. De van, amikor van. Tehát, hogy akkor, amikor éppen nem kell konkrét feladatot elvégezned, de valamiért belekerültél egy ilyen helyzetbe, akkor ülj le, vegyél néhány mély levegőt, és akkor így add át magad neki. Tehát, hogy ne legyen belül a belső ellenállás, mert bármilyen ellenállás van, mindig egy lépés távolságot fog közted és a saját érzelmet között, vagy a saját érzésvilágot között tartani. És akkor megengeded, és akkor lehet, hogy egy picit, nem tudom, elsírod magad, vagy remegsz, bármi, kihűl a bőröd, és akkor abba is maradj benne. Tehát, hogy úgy maradj benne, hogy jelen legyél. És mindent, ami följön, azt lásd, éld meg, és aztán hagyd, hogy elmenjen. Ha ezt megengedjük, akkor egyébként természetes módon ez föloldódik bennünk. Csak ha nagyon küzdünk ellene, vagy nagyon meg akarjuk változtatni, akkor nem, mert az erőszakra erőszak a válasz. Ha meg nem az erő sötét oldalán vagyunk, hanem a másikon, akkor ott lehet kicsit ezt így ilyen együttérzéssel csinálni. És a másik az, hogy a Kwansen Bószál, amit szoktunk énekelni, meg a nagy együttérzés dárani, az a Kwansen Bószál, hogy halld meg a világ hangját, legyél együttérző, az nem ám csak a többiek felé vonatkozik, te is egy szenvedő lény vagy. Tehát saját magad felé is legyél együttérző. Nem már, már megint ezt a szart érzem. Nem, hát most ez van. Most ez van, most megélem. És akkor, ha benne vagy, nagyon sok minden történhet. Följöhetnek régi emlékek, följöhetnek régi hiányok, följöhet egy régi szituáció, nagyon sok minden. És akkor itt is az a lényeg, hogy följön,
megnézed, benne vagy, és aztán hagyod, hogy szépen elmenjen. A jól működő meditáció az olyan, mint a jól működő máj. Ezt is sokszor szoktam mondani. Ha jól működik a májad, akkor nincsen szükség méregtelenítő kúrákra, meg csodalére, meg 150 ezer forintért megvásárolt, nem tudom milyen ezomazó cuccokra, természetgyógyász csodálatos dolgokra, hát ugye ez is egy ipar, mert az van, hogy jó, hát akkor, ha te kiméled a májadat, tehát nem iszol túl sok alkoholt, vagy nem iszol, nem dohányzol, jó életmódot folytatsz, akkor a legjobb méregtelenítő a szervezetünkben van, úgy hívják, hogy máj. És akkor az szépen lassan mindent kiválaszt. Ugyanilyen a tiszta, igazi önvalód, de megengeded a dolgokat, akkor szépen lassan kipörögnek, önazonos módon, és aztán utána mehetsz boldogan teázni, vagy a családodhoz, meg fürödni a tengerbe, és akkor boldogan visszavezetsz. De legalábbis derűsen. Hát akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és hogy ilyen türelmesen elviseltétek a különféle válaszokat és kérdéseket, és hogy ennyit kérdeztetek, de leginkább azt köszönöm, hogy ennyire őszintén gyakoroltok. Ez nagyon nagy élmény. Nagyon nagy élmény itt lenni veletek egy térben, és ezt szerintem többek érezzük itt, akik ezt az ipart űzzük, hogy milyen egy csoport, és itt nagyon jó. És azt kérem, hogy ezt a légkört, ezt még őrizzétek meg, úgyhogy most vissza is fogunk térni a csöndhöz. Lehet reggel egy kicsit esetleg mosolyogni, de nem muszáj, tehát a komor archoz is vissza lehet térni, és akkor még most a holnap reggeli gyakorlattól kezdve még nyomassuk végig addig ezt az elvonulást, amíg tart, és ezzel is, és az összes többi következő gyakorlással és minden pillanattal segítsünk magunkon, és minden érző lényen és szenvedő lényen. Köszönöm szépen!